Emelkedtek a földhivatali ügyintézés díjai, a drágulás átlagosan 60%-os. A dítételek nagy része 10 éve nem emelkedett de olyan tétel is akadt, amelyik 18 éve volt változatlan, ezek pedig már az önköltségi árat sem fedezték. Két olyan eljárást szeretnék említeni, amelyben uh, ugye nem fették le ezeket az eljárási díjak. Az egyik az a uh, iratmásolatért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj, ami 100 forint volt oldalanként. Ugye nem kell senkinek sem elmondani, hogy mennyire fontos azok, a, azok az iratok, amelyeket a földhivatal őriz évtizedeken keresztül. Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye valamennyi ingatlan a vonatkozásában a bejegyzés alapjául szolgáló adásvételi szerződéseket, jelzálók, jogalapító okiratokat megőrizzük, és mi 100 forintért tudtuk ezt szolgáltatni. Ez emelkedést követően 160 forintra emelkedett ennek a díja. A másik ilyen dítéten, ami, ami szintén önköltségi ár alatt volt, az pedig az épületfeltüntetésért fizetendő záradékolási díj, ami 800 forint volt. Itt a mérnök kollégák két külön adatbázisból is dolgozva tudták ezt az eljárást lefolytatni, és itt is ugye a 800 forint az nem fedezte abszolút azt az igazgatási szolgáltatási díj, nem fedezte azt a tételt, ami ennek az önköltségi ára. Az ügyfelek leggyakrabban ingatlan nyilvántartási ügyekben járnak el a földhivatalnál. Ennek díja például 6600 forintról 10600 forintra emelkedett. Fontos azonban, hogy a magánszemélyek továbbra is évente kétszer ingyenesen lekérhetik az elektronikus hiteles tulajdoni lapot, amely szintén hasznos egy-egy ingatlanügyi eljárásban. Korábban fennálló tárgyánál fogva díjmentes eljárások megmaradtak. Két olyan, vagy több olyan eljárást is tudnék említeni. Az egyik legfontosabb ilyen az öröklés kapcsán, ugye továbbra is ingyenes az ingatlan nyilvántartási bejegyzéseknek a, az, az elvégzése. Továbbá a lakástámogatásoknak a jelzálogjog bejegyzése, törlése szintén ingyenesen kerül sor. Nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy továbbra is megilleti az ügyfeleket, az évenkénti két alkalommal történő ingyenes tulajdonilap lekérdezési lehetőség az elektronikus formában, elektronikusan hiteles tulajdonilapoknál, amennyiben ezen túl kívánnak még ilyet igénybe venni, azt 4800 forintos díjat tudják igénybe venni. A díjemelés mindazokat érinti, akik ingatlant adnak-vesznek, hitelt vesznek fel vagy ajándékoznak az emelésről szóló miniszteri rendelet július végén jelent meg. Az indoklásban leírják többek között, hogy a földügyi igazgatási feladatokat nem központi költségvetésből finanszírozzák. A források elsősorban a térképi adatok és a tulajdoni lapok adatainak értékesítéséből, valamint az ingatlan nyilvántartási, illetve a földügyi igazgatás körébe eső eljárások díjtételeiből származnak.